Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselő társaim! Rengeteg méltatás hangzott el az állami számvevőszék szervezettsége, munkája, elvégzett munkája kapcsán, és én ezeket alapvetően nem is kívánom elvitatni. Én azt gondolom, hogy az állami számvevőszék Magyarországon a fékek és ellensúlyok rendszerében egy annyira fontos intézmény, amelynek igenis el kell látni azokat a feladatokat, amelyekről elnök úr beszámolt, és talán azt kell mondjuk, hogy persze azt várja az országgyűlés, és azt várja minden egyes országgyűlési képviselő, hogy ezt magas szakmai színvonalon végezze el, és én magam is volt önkormányzati emberként, olyan emberként, aki sokszor kerül kapcsolatba az állami számvevőszékkel, azt kell mondjam, hogy az a munka, amit elvégeznek, az tényleg segítségére van azoknak, akik közpénzekkel kell, hogy gazdálkodjanak, és azok az iránymutatások, és nem utolsó sorban az a fajta hozzáállás, az kifejezetten dicséretes, azt kell mondjam, amit ott lehet tapasztalni, és ez tényleg segítségére van mindenkinek a munkájában. Mégis ellenzéki képviselőként azért fel kell hívnom azokra a figyelmet, amelyek álláspontom szerint vannak olyanok, amelyek nagyon hangsúlyosan jelentkeznek mondjuk akár a beszámolóban, sokkal kevésbé hangsúlyosan jelentkeznek a tettekben, és vannak olyan dolgok, amelyek persze kimaradnak a beszámolóból, vagy vannak olyan dolgok, ez pedig a harmadik csoport, amit mi másképpen ítélünk meg ebben a tekintetben. Azzal kezdte elnök úr, hogy minden évben tájékoztatást ad az országgyűlés elnöke felkérésére az országgyűlésnek az állami számvevőszék. Nagyon dicséretes, sőt, ön nem úgy van, mint például a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, aki mindig küld maga helyett valamit, ön tényleg személyesen el is jön és beszámol. Ketten vannak egyébként ilyenek, ön és a legfőbb ügyész úr. Mások nem. Mások küldenek maguk helyett valakit, aki egyébként a páholyból végigüli a vitát, hozzá nem tud szólni, nem tud válaszolni a neki feltett kérdésekre, néha megígérik, hogy írásban válaszolnak, de azt sem teszik. Én úgy gondolom, hogy az, aminek általánosnak kellene lenni, ahogyan önök is ezt teszik, az ma Magyarországon kivételes. Ezt aláhúznám azzal, hogy kiemelném azt, hogy önök, mint ahogyan egyébként a többi olyan szervezet, amelyiknek beszámolási kötelezettsége van a parlament felé, fékek és ellensúlyok rendszerében, a jogállamiságban, a demokráciában egy olyan szerepet játszanak, egy olyan szerepet látnak el, amely egészen biztosan megkövetelné azt, amit ön is tesz, hogy eljön, személyesen beszámol, végighallgatja a vitát és reagál rá. Amit tavaly is számon kértünk, idén is számon kérem, mert még egyel ezt a sort, akik nem jöttek el és nem számoltak be időben, ki kell egészíteni, és kértük az állami számvevőszéket, hogy legyen erre figyelemmel. Ez a nyugdíjreform és adósságkezelő központ volt. Annak is évente be kellett volna számolni, fennállása alatt egyetlen egyszer sem számolt be, majd a tavalyi évben 5 napirendi pont keretében, egymás után tárgyalt 5 napirendi pont keretében beszámolt az egyes évekről. Ebből következően logikailag ki lehet következtetni, hogy 5 évig működött az alap, és egy nap alatt ezt gyorsan a parlamenten, hogy így mondjam, köznyelviesen ledarálták, majd a 6. napirendi pontban megszüntették azt az alapot, amely a magyar nyugdíjfizetők, előtakarékoskodók 3000 milliárd forintjával kellett volna, hogy évente elszámoljon, nem pedig az 5. év végén elénk terjesszen egy ilyet. Mi kértük akkor az ÁSZ-t, hogy legyen ebben segítségünkre. Legyen ebben segítségünkre, vizsgálja át, hozza elénk, hiszen ez kimaradt a korábbi ÁSZ jelentésekből is. Amire mi mindig kérjük az ÁSZ-t, hogy ezeknél a vizsgálatoknál, illetve a beszámolóknál hadd lássunk okszerűségi, hatékonysági, eredményességi szemléletű vizsgálatot, illetve megállapításokat, és azokra vonatkozó
megfelelő iránymutatásokat is. Mi úgy gondoljuk, hogy ezek talán a legfontosabbak. Mi biztosak vagyunk abban, hogy akik közpénzeket kezelnek nagyon-nagyon kis százalékkal, azokat megpróbálják törvényesen elkölteni. Most az, hogy a törvényes, meg a morális, meg az erkölcsös a mai Magyarországon, az hogyan válik el egymástól, nem reagálva az elmúlt 8 évezésére mennyi képviselő társamnak. Én úgy gondolom, hogy nagyon. A közintézménybe vetett közbizalom pontosan ezért olyan, amilyen egyébként ma Magyarországon. De az állami számvevőszék abban az esetben, hogyha ilyen eredményességi, hatékonysági vizsgálatot végezne, főleg olyan érzékeny területeken, ami széles körben megbotránkozást kelt, széles körben fölhívja a közvéleménynek a figyelmét, pláne formálja a közvéleménynek a figyelmét, akkor pontosan annak a közbizalomnak, amiről mennyire van képviselőtársam is beszélt, aztán a legjobbat, hogyha az állami számvevőszék, mint független szerv elmenne, vizsgálódna, megállapítást tenne, és ezzel tisztába tenni a kérdést, és ezzel egyébként akkor a magyar állampolgárok, adófizetők azt látnák, hogy hát nem lehet mindent úgy csinálni, ahogyan szeretnének, mert jön az állami számvevőszék, és az majd meg fogja állapítani, hogy mit kellett volna csinálni. Ebben látunk hiátusokat bizonyos ügyekben. Elnök úr említette, hogy a kampánypénzeknek a felhasználását is vizsgálták. Itt nyilvánvalóan úgy gondolom, hogy úgy nekünk, mint ahogyan másoknak is, a 2014-re alapított bizniszpártok, így összefoglaló néven talán lehet ezt így mondani, bizniszpártok elszámolása tekintetében én úgy gondolom, hogy nem zárult az le az embereknek, illetve még az országgyűlésnek, illetve az országgyűlési képviselőknek sem a gondolkozásában, sem az, ami történt, hogy el lehet indulni a választásokon, kell szerezni 106 embert, kell tudni állítani egy országgyűlési listát, néhány plakátot is ki lehet rakni, és mintegy 600 millió forinttal utána, hogyha nem sikerül elszámolni, hát ott tegye meg a fene ebben a dologban. És nem látjuk azt, hogy annyi bizniszpártnak a vezetőjét, annyi bizniszpártnak a vezető testületeit, hát utolérte volna. Akár az állami számvevőszék, akár bármelyik más, olyan a közpénzek felügyeletét, a közpénzeknek a felhasználását, pláne a kampányban való felhasználását figyelő szervezet, és én úgy gondolom egyébként, hogy ha a hangsúlyokban azt látjuk, hogy a korrupció ellenesség az egyik legfontosabb ügye az állami számvevőszéknek, akkor ez, ahol a politikában bizniszpártok alakulnak, sok százmillió forintot elkölthetnek, aztán utána meg bottal üthetjük a nyomukat. Bármilyen kárt okozva ezzel a közéletben, a politikában, a kampányokban, nem utolsó sorban a közbizalomban, hát ezzel én úgy gondolom, hogy van még dolgunk, hogyha a korrupció ellenességet annyira komolyan aláhúzzuk, ahogyan a bizottsági jelentésben is hallottuk, és ahogyan elnök úrtól is hallottuk. Ugyanezt mondanám a Questor ügyben. Nem fogom most fölcitálni az egész ügyet. Lesz még ma arra alkalom. De már mi is alig emlékszünk rá, hogy ennek a háznak a falai között működik egy brókerbotrányokat feltáró albizottság. Szűcs Lajos képviselőtársam, a Költségvetési Bizottság alelnöke, ennek az elnöke. Szerintem olyan egy éve nem hívták össze ezt a bizottságot, azt hiszem, hogy eddig kettő ülése volt, abból is az egyik az alakuló ülés volt. Ebben a dologban oda meghívtuk mi az állami számvevőszéket. Mert úgy gondoljuk, hogy lehetett közpénz a Questornál, és azokat a kérdéseket tettük volna föl, nem megállapításként, hogy lehetett-e ott. Volt-e arra törvényi lehetőség, hogy akár minisztérium, akár minisztériumnak a cége, akár háttérintézmény, akár önkormányzatok tarthattak-e ott pénzt? Lehetette ennek bármilyen törvényi alapja? És akkor még mindig nem azt kérdeztem, hogy ki hibázott. Mert azt csak akkor lehet föltenni, hogyha az ÁSZ arra megállapításra jut, hogy nem tarthattak volna ott pénzt.
Ugyancsak kérdeztük tavaly is, idén is kérdezzük. De egy gondolattal hátrébről kell kezdenem. Ugye nagyon sok vita volt ebben az évben a legutolsó jelentésnek a meghallgatása óta arról, hogy mi a közpénz és mi nem. Én úgy gondolom, hogy ennek eléggé intakta a megfogalmazása, hogy mi az, ami közpénz. Aztán utána megtanultunk egy új szófordulatot, hogy elveszíti a közpénz jellegét. Aztán kiderült, hogy mégsem tudja elveszíteni a közpénz jellegét, még akkor sem, hogyha mondjuk az MNB vagyona sem, akkor sem, hogyha kiteszik alapítványokba, vagy az alapítványok által alapított társaságokba teszik ki, akkor sem veszítheti el a közpénz jellegét. Itt csak egy dologra hívnám fel a figyelmet, mielőtt a kérdéseket fölteszem. Tavalyi évben ugyanígy az ÁSZ jelentésének a vitájában kértük és felhívtuk a figyelmét arra elnök úrnak, hogy kérjük, hogy fordítson arra nagy figyelmet, hogy eredményességi, észszerűségi, törvényességi szempontból a Magyar Nemzeti Bank megteheti-e azt, hogy a Magyar Nemzeti Banknak a vagyonát alapítványokba helyezés, ezek az alapítványok, ezek olyan tevékenységet folytatnak, jelesül ingatlan, műkincsvásárlást, oktatási tevékenységet, stb., ami a Magyar Nemzeti Banknak nem tartozik sem a szorosan, sem a tágan vett feladat köreibe, akkor a tisztelt háznak a kormányzó többsége leszavazta ezt az országgyűlési határozatot, nyilván erőből ők is érezték azt, hogy ez így nem helyes, de hát akkor ne legyen egy ilyen országgyűlési határozat. Ha nem érezték, hogy nem helyes, az még nagyobb baj, de leszavazták ezt az országgyűlési határozatot, de ugye azóta történtek dolgok, kiterült, hogy a közpénz az közpénz. Akkor is az maradt, ha Matolcsi ezerszer mondja el, hogy nem az. És ezeknek a felhasználásának én úgy gondolom, hogy az állami számvevőszék tekintetében van még egy aspektusa, ami szerint nem csak a törvény betűjének a betartását, hanem az észszerűséget, az eredményességet, az okszerűséget, a hatékonyságot is kell vizsgálni, és ebben szeretném kérni tisztelt elnök urat, hogy ha eddig nem is, akkor a jövőben fordítsanak erre nagyobb figyelmet. Ugyanúgy fel lehet emlegetni a postának a szerződéseit, amelyeket majdnem sikerült titkosítani. Ugyanúgy fel lehet említeni az állami cégeknek a magáncégekkel való összetolását, ahol el akarják előlünk zárni országgyűlési képviselők elől az állami cégek piaci tevékenységéből eredő bármilyen szerződéses, pénzügyi, akármilyen kötelezettségeit. Úgy gondoljuk, hogy ezek nem helyesek, sem akkor, ha a postáról van szó, sem akkor, ha a metről van szó, sem akkor, hogyha az MNV-ről van szó. És ezek az ügyek, én úgy gondolom, hogy mind árnyékot húznak arra nagyon-nagyon aláhúzott és végtelen módon kiemelt két célra, amit itt hallottam. Az egyik a korrupció ellenesség, a másik pedig a pénzügyi kultúra kérdése. Én úgy gondolom, hogy a pénzügyi kultúra kérdésében nem engedheti meg magának az állami számvevőszék, hogy azt szó nélkül tűrje és hallgassa, hogy magán brókercégeknél lehetett-e közpénz, vagy nem lehetett közpénz. Hogy nem jön el a bizottsági ülésnek a meghallgatására. Úgy gondolom, hogy nehezen engedheti meg magának, vagy talán nem is engedheti meg magának az állami számvevőszék, hogy a Magyar Nemzeti Bank alapítványaihoz áthelyezett irdatlan mennyiségű 266 milliárd forintnyi pénzösszeg felhasználása tekintetében ne legyen okszerűségi, ne legyen eredményességi és ne legyen törvényességi olyan vizsgálat, ami meg tudja alapozni azt, hogy a közbizalom, amelyet építeni kívánunk, és ez a pénzügyi kultúra, azt ne lebontsák, ne azt lássák az emberek, hogy ha Matolcsinak szabad, akkor mindenkinek szabad, hanem azt lássák az emberek, hogy világos vörös fonál mentén folyik a közpénzekkel való gazdálkodás. Azt lássák az emberek, hogy akik a közpénzekkel gazdálkodnak, azokat olyan emberek ellenőrzik, akik ezeket észreveszik, nem pedig olyanok, akik nem jönnek el a bizottsági meghallgatásra, akik elmennek ezek fölött a dolgok fölött. Én úgy gondolom, hogy ez nem lehet cél. Úgy gondolom, hogy ez nem lehet cél, sem az nem lehet cél, hogy ezek az eljárások ezek elhúzódjanak, sem az nem lehet cél, hogy esetleg megállapítások nélkül maradjanak, mint akár a bizniszpártok esetében. Én nem fogok elmúlt hat évezni, tisztelt képviselőtársam.
az egy teljesen más irányvonal nyilvánvalóan, amit most követnek. Teljesen más irányvonal, amit most követnek. Az én álláspontom az az, hogy nem eredményesebb. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés!